Új napot, urak! Újra itt. Mai kis videóban szeretném önöknek megmutatni a TRT mászórendszernek a úgymond kötélterelését, és az, hogy ez miért is jó, csak dióhéjban annyi, hogy ha nekem van egy széles koronájú fám, amiben dolgoznom kell, és mondjuk van egy középső standpontom, vagyis ami nekem úgy megfelel, annan elérek mindent, de vannak rajta mondjuk kényelmetlenebb dolgok, akkor azt szoktam csinálni, hogy kiválasztok egy úgymond másodlagos standot, ahova a terelésemet felteszem, aminek ugyanolyan erősnek és biztonságosnak kell lennie, mint maga az eredeti stand, és onnan fogok tudni dolgozni, ami azért segít nekem, mert hogyha túl messze kell kimásznom, a kötélemnek így a szöge, ülésszöge, hogy az ugye lejjebb lesz, és nem fog annyira tartani, nem lesz rajta olyan kényelmes és biztonságos dolgozni. Most azért jó az, hogyha távolabb helyezem, mondjuk erre a pontra, a terelésemet is mondjuk amott kényelmesebben tudok majd dolgozni, mert hogy a kötélemnek az dűlésszöge más lesz, és jobban ott fog tartani, ahol nekem dolgoznom kell. Most ehhez én ilyet szoktam használni. Ez nem eredeti, ezt én csináltam, és a kötelet, a Teufelberger csinál ilyet, nagyon okos kis dolog, azt próbáltam meg leutánozni, és ezt tudom használni. Remélem mindenkinek rátható lesz. Előre, amikor kiválasztottam a standomat, teszem fel ez a standom, ugye megbizonyosodok róla, hogy ez teljesen erős és biztonságos. Most ebben az esetben ugye ez elég hosszú, amikor szoktam olyat csinálni, hogy tekerek rajta, közelebb helyezem a fatesthez, és ez így nekem megfelel. Ugye van itt egy ilyen pintó csigám, a nagyot használom hozzá, mert ez jobban elfér benne a kötél, a kisebben szorul, hogyha kicsit vastagabb, fel van vastagodva a kötél. Most felhelyezéskor nagyon figyelek arra, hogy a karabiner, tudom onnan hogy fog látszódni, majd megmutatom, a karabinernek a kapuja mindig, minden esetben elálljon a fától, mert a fa, ugye a mi súlyunk fogja hozzáhúzni a fához, és ugye ez dörzsölődhet, kinyílhat, az pedig semmiféleképpen nem akarni. Ugye mielőtt bármit is csinálok, pozícionálom magam, meggyőződök arról, hogy pozícióm az ugye stabil, nem lesz semmi gond, nem fogok leesni, pozícionál vagyok, lehúzom a kötelet, húzok magam egy kis vazát, így van, kinyitom a csigámat, a csigába az alsó szálat teszem bele, amin a pluszik van, tetejére, a karabinerre pedig ráteszem azt a szálat, amin a fűzött szemünk van, az így fog kinézni. Ezt próbálom megmutatni a kamerának valahogy. Nem tudom, onnan az a baj se, hogy nem látszódik. Így fog kinézni. Így néz ki. Erre nagyon odafigyelünk, hogy a karabinernek az oldala, a háta érintkezzen a fával, ne pedig a kapu, mert ugye az veszélyes, nyílhat. Szóval ő így néz ki igazából. Valójában, ha azt veszük alapul, kész vagyok dolgozni, ugye, és már is nekem közelebb került a standom, így a kötelemmel, közelebb kerültem mondjuk egy akármilyen ponthoz arra, ugye most is imitálom az egészet. Megvan. Ennyi a terelése a DRT rendszernek. Nagyon fontos a kapunak a helyzete, és hogy nagyon jó pontot válasszunk ki, megfelelő standot, mert beszakadhatunk. Lényegében ennyi az egész terelés története. Köszönöm szépen, ha megnézed a videót. Örülök, ha segítettem. Viszlát!